egy újabb. Most mégis. Mégis. Most mégis, mégis elengedik őket az utolsó körre. Most mégis kiszedik őket. És most ér véget a biztonsági autós fázis. Atyaég, mi na van mi itt? Na most Jézusom, a Mercedes rádiózik. Egy utolsó kör. Megtörtént a takarítás, Asza. És megérkezik Lewis Hamiltonra. Max Verstappen elmegy a biztonsági autó, kopott kemény gumik, és lágyak. Verstappen már menne előre, de nem mehet még. Nem előzhet. Ez nincs rendben, mondja a Toto Wolff, most adjuk is, mit rádióznak a csapatok. Hamilton na, fog indítani. Belőle? Hamilton fog indítani. Mikor? Verstappen nem akar lemaradni róla. Egy utolsó kör. Most indul neki nem Lewis indul, Hamilton. Nem indul. Csak még? Szórakoznak egymással. Macska egér játék. De hát ez most az a gombolyag, az most Hamilton... Hamiltonból lehet a gombolyag, amivel a macska játszhat, mert azzal a gumi előnnyel Verstappennek most óriási esélye van arra, hogy az utolsó körben megelőzze. Egyetlen kör van hátra a 2021-es világbajnokságból, és az első két helyen a két bajnok aspiráns. Hamilton jelen pillanatban a világbajnok, ha így futnak be, de így futnak-e be? Eldobja-e bármelyikük is, tudja-e tartani ezt a tempót Hamilton? Melyikük lesz hidegebb? Mármint fejben, egy utolsó kör, Hamilton 800 szó, Verstappen bedobja és belőle, Verstappen megelőzi Hamiltont! És ő nyithatja hátsó szárnyát, mert a vonalnál ő volt előrébb! De nem is lesz nyitás, mert hogy újraindításnál vagyunk, úgyhogy most csak a cikázás folyik az egyenesben, ezért lesz majd egy figyelmeztetés, ő vissza szélárnyékból Hamilton! És megpróbál visszabújni, messze van tőle Hamilton, talán belülre tudja tenni, nem? Verstappen nagyon mélyet fékez, rosszul gyorsít ki a kanyarból, Hamilton vissza fog támadni a 9-es kanyar felé. Jön a szélárnyékból, külső íve Hamilton, Verstappen belül! De kemény! Megtartja! És megtartja! Még mindig ő van elől, és ebben a pillanatban Hamilton már nem fog tudni visszatámadni, Verstappen a gumi előnyben elmegy. Majdnem összeértek az egyenesben, mindent kisajtott belőle Hamilton, van még néhány kanyar. De van-e még ebben a néhány kanyarban dráma, vagy itt már tényleg vége van ennek az évnek? Kettő kanyar, egy kanyar hátra Verstappennek befordul a 16-osba. És a 2021-es év világbajnok, a Max Verstappen, milyen vége volt ennek a világbajnokságnak, ez elképesztő! Az utolsó futam utolsó körében dől el a világbajnoki cím. Új világbajnoka van a Formula-nek, Max Verstappen megtöri a hibridérában a Mercedes egyeduralmát. Ez valami hihetetlen, megismételhetetlen, ilyen nincs. Azt a mindenit. Felejtsenek el mindent, ami 1950 óta történt. Valami olyat láttunk ma, ami soha nem volt még a Forma 1-es pályákon, sőt, nagyon kevés sportág mondhatja ezt magáról. Nem tudom, hogy ez egy színházi előadás lenne, akkor leborulva gratulálnék a dramaturgnak, meg a rendezőnek, én nem tudom, ez hogy jött össze, mert most szerintem kinyomjuk magunkat, és csak nézzük meg, hallgassuk. A Mercedes oldalán a tragédia, meg a dráma, a Red Bull oldalán pedig a hihetetlen, valahonnan a haláltorkából visszajöttek, és ezt Nicolas Latifi ütközése hozta össze. Jön egy baleset. Ez a kavar a végén, hogy nem engedik el a lekörözötteket, aztán mégis elengedik. Össze-vissza megint a szabályok, de a vége az ez. A vége az ez, hogy új világbajnoka van a Forma 1-nek, az első holland világbajnok Max Verstappen személyében a Red Bull megcsinálta. Visszahozták a lehetetlent, és... Mi az, hogy egyfutamos döntő?